A 2015-ös év tavaszának még NB1-es csapatként vágott neki a Nyíregyháza Spartacus azzal a céllal, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát. A pályán ezzel nem is volt gond, a Mátyus János által irányított együttes a 12. helyen zárta a bajnokságot, 8 ponttal többet szerezve a jobbik kieső Dunaújvárosnál. Ennek ellenére egy korábbi tartozás miatt az MLS az NB3-ba száműzte a Sparit. Kemény hosszú év volt, nem kívánom még egyszer az ilyet. Januárban azzal a szándékkal indultunk el a bajnokságba, hogy megerősítjük a csapatot. Cél a 12-ben benne lenni, és egy bizonyos nézőszámot is meghatározott nekünk az önkormányzat, tehát tulajdonképpen, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk, meg kellett erősíteni a csapatot, és én úgy gondolom, hogy sikerült is. Elég neves játékosokat hoztunk ide, Halena Ázovcsák, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy rendben is volt minden. A csapat esélyes volt arra, hogy túlszárnyalja ezt a célkitűzést. Sajnos a bajnokság végére beütött ez a kizárási krak, és akkor már lehetett az utolsó három meccsen érezni, hogy már nem ugyanaz a csapat játszik, aki előtte kicsit hitét vette, vagy hitét veszítette a társág. A klub tulajdonosa a kizárás követően is kitartott a csapat mellett, és Mátyus János is a közös munka folytatása mellett döntött. Néhány játékos ugyan a magasabb osztályt választotta, de az élvonalbeli keretből 9-en maradtak a Sparinál. A csapat a várakozásoknak megfelelően szerepelt a bajnokságban, zsinórban 13 meccset nyertek meg Kosticsék, akik végül 14 győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel a keleti csoport tabellájának élén zárták az őszi szezont. Emellett a Magyar Kupában többek között az NB1-es Vasasi búcsúztatva meneteltek a piroskékek, akik a Debrecen ellen lépnek pályára a következő körben. Ez az NB3 azért nem volt sejtagalop. Mindenki bennünket akart megverni, mindenki a mi játékunkat akart elrontani. A játékosokat is nehéz motiválni ilyenkor, úgyhogy megvannak ennek a maga nehézségei, ez leginkább Mátyus Jani személyén csapódott le, de elkezelték a dolgot, és a végén ugyan egy kicsit megrogyott a csapat, bár ez túlzás, hogy megrogyott, volt egy-két gyengébb eredmény, nem várt eredmény, de összességében tették a dolgokat, a célkitűzés hozták, vezetjük a bajnokságot, és ott vagyunk még a kupába is. A játékosok a téli szünetet követően január 4-én találkoznak, az első edzése minden bizonnyal lesz néhány új futballista is az öltözőben. Január végén törökországi edzőtáborba utazik a Spari, amely első tétmeccsén a Debrecen elleni párharc első felvonásán február 10-én lép pályára a Városi Stadionban.